Csodák már pedig léteznek címmel kapott emlékkönyvet dr. Kelemen Edit, a Kecskeméti Kórház koraszülött részlegének vezetője vasárnap délelőtt. A Szent István szobornál tartott meglepetés ünnepség keretén belül köszönték meg neki az elmúlt 27 év áldozatos munkáját. A két kötetes emlékkönyv az elmúlt 25 év emlékeit őrzi a szülők és a koraszülött babák szemszögéből. Az esemény két főszervezője, Pusztai Henriett és Hadnagy Krisztina volt. Ők keresték meg Engert Jakabnét azzal, hogy segítse a villámcsődület megszervezését. Az alpolgármester asszony természetesen örömmel állt a kezdeményezésük mögé. A november 17-ei koraszülöttek világnapjára szántuk ezt a könyvet, de ugye a Covid áthúzta a számításainkat, és az anyukák kapcsolataiból összejött ez a mai nap, és lehetőséget kaptunk a városvezetőségtől, hogy ma átadjuk a doktornőnek ezt a könyvet. Kicsit előre hoztuk az ünneplést. A megható ünnepségen a szülők mellett a gyerekek is megköszönték azt, hogy Kelemen doktornő segítségével koraszülött érkezésük ellenére teljes életet élhetnek. A ma már felnőtt, egykori babák közül többen példaképként beszéltek Edit néniről. Elmondták, maguk is orvosok szeretnének lenni. Kelemen doktornő a nagy családi körben könnyekkel a szemében vette át a neki készített emlékkönyvet. Nyilván itt az öröm pillanatai vannak, de mi tudjuk, hogy ebbe mennyi könyv volt, mennyi bizonytalanság, mennyi szorongás a szülők részéről, hogy ezenek át tudjanak billenni, és ehhez nekünk nagyon-nagyon sok erőt kellett adnunk, és nagyon-nagyon nehéz a szülőkbe tartani a lelket akkor, amikor mindenki azt gondolja, hogy nincs holnap. Rengeteg család köszönheti gyermeküket a doktornőnek és csapatának. A mi történetünk is a Kecskeméti koraszülött osztályon kezdődött, amikor Lara Hanna kislányunk 28. hétre toxémia miatt sürgősségi császárral váratlan módon megszületett. Igazából 820 grammal születtünk, 33 centivel, és 86 napot töltöttünk a Kecskeméti koraszülött osztályon. Az anyuka elmondta, hogy Kelemen doktornő volt az, aki mindvégig támogatta és bíztatta őket. Ők is, mint sok más család, a legnagyobb kincset, a gyermeküket köszönhetik a doktornőnek.